2018. január 1-től a nyíregyházi törvényszéken is jelentős változások léptek hatályba. A pereskedés módja abban nem változott, hogy továbbra is keresetlevéllel történik. Abban viszont igen, hogy ezt a keresetlevelet nem lehet már előterjeszteni egyszerűen egy A4-es lapon. Ettől az évtől a www.bíróság.hu weboldalon az állampolgárok megtalálhatják a keresetlevelekre előírt formanyomtatványokat. A ügyfél választhat a keresetlevél benyújtása módja között, mégpedig ő maga dönti el, hogy elektronikus úton kívánja ezt a keresetlevelet előterjeszteni az ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton. Nagyon fontos, hogyha valaki már elkötelezte magát az egyik módnál, akkor az elektronikus benyújtási mód esetében már nem térhet azt követően át a postai módra, a postai módról viszont bármikor áttérhet az elektronikus módra. Megmaradt továbbra is az az elv, hogy a járásbíróság előtt indult perekben nem kötelező a jogi képviselet. Abban az esetben, ha valaki mégis jogi képviselőt választ, akkor értelemszerűen a jogi képviselőre már a jogszabály kötelezően előírja, hogy csak elektronikusan tarthatja a kapcsolatot a bírósággal. A vállópereknél, mint a leggyakoribb eseteknél a nyíregyházi törvényszéken, az illeték mértéke nem változik, továbbra is 30 ezer forint. Amennyiben valakinek ez az összeg megfizetése gondot okoz, továbbra is kérheti a költségmentesség engedélyezését. Deák Andrea hozzátette, a közigazgatási és munkaügyi területen is történtek változások, de ezeknek csak bizonyos ügyek esetében van jelentőségük. A munkaviszonyukkal kapcsolatos perrel kapcsolatos jogvita a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon fog folyni, ha az ítélettel nem értenek egyet. A másodfokú eljárás is itt a Nyíregyházi Törvényszéken fog folyni. A hírekben biztos hallhatták az állampolgárok a Debreceni Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megnevezését. Ez nem azt jelenti, hogy Debrecenbe kell menni pereskedni. Igen, lesznek olyan pertípusok, ahol ez a bíróság fog eljárni. Ezek lesznek a példának okáért adóügyek, vámügyek, földforgalmi ügyek, építésügyi hatósági ügyek. Azok a perek viszont, amelyek az állampolgárok nagy részét érintik, mint például a társadalom biztosítási ellátással kapcsolatos perek, vagy munkaképesség csökkenéssel érintett személyeket érintő perek, első fokon továbbra is a nyíregyházi közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt zajlanak majd.